Igen. Ja. Most. Most. Dave, nem gondolod, hogy ez azért túlzás? Ennyikai egy egész hadseregnek elég lenne. Hé, hey, nem minden nap fordul elő, hogy a lányunk érettségizik. Nálam még az sem minden nap fordul elő, hogy bejár órákra. Egyet letudtuk, már csak kettő maradt. Igen. Megjött a mi kis érettségizőnk. Igen, az első madárka, aki elhagyja a fészket. Száj, madárka, száj! Már mindent megvettünk az érettségi bulidra. Na, mit szólsz? Hát, miattam igazán nem kellett volna. Ó, ez nem miattad lesz, madárkám, hanem miattam. Te jó ég, mi van itt? A nővéred érettségi bulija. Ha? Ó, hála az égnek. Az igazgató mégis megengedi, hogy leérettségiz. Te, folyton viccelődsz, tűnjél innen. Na, nyomás kifelé, most. Nem értem, nem fogsz leérettségizni? Hát... Hogy lehet ez? A kertészünk lánya is leérettségizik, pedig még csak egy éve él az országban. Jaj, hagyd abba, le fogok érettségizni, csak lógtam pár tornaóráról, nem kapok bizonyítványt, de nem nagy ügy, potolnom kell az órákat, aztán leérettségizhetek. Azt se tudom, hol kezdjem. Én igen, beszélek az igazgatóval. Már próbáltam, és még gügyögtem is neki, meg bömböltem is. A pasasnak nincs szíve. Ha bemegyek hozzá, Hillerie nem lesz, oké? Pár hét, és ez a ház tele lesz emberekkel, akik az érettségidet ünneplik, világos? Köztük azok a szomszédaink, akik azzal a vannak, akiknek meg kéne tiltani, hogy gyerekük legyen nézéssel méregettek. Jó sokan leszünk. Hellóka, hölgyeim! Mi újság a Flitter gyárban? Ez nem vicces. A végzősök szórakoztak velünk. Néhányan az ebédlőbe mézzel töltött vízipisztolyokkal lövöldöztek, aztán teleszórták a testünket flitterekkel. Olyan gyorsan történt, hogy még mindig forog a fejem. Hát, ha nem hagyja abba, eladhatod diszkógömbnek. Ezt nem tűrhetjük. Nem ám, vissza kell vágni nekik. Írok egy rossz hallólevelet az iskola újság szerkesztőségének. Én meg egy kösz a semmit üzit a rajztanárnak, hogy nem zárta el a flittert. Így akartok bosszút állni rajtuk? Miért? Te jobb ötleted van? Figyelj, be kell ismernem, hogy a rossz alulevelet nehéz felülmúlni, de talán sikerülhet. Bízzátok rám, és a végzősök örökre megbánják, hogy veletek kezdtek. Édes a bosszú, főleg, ha csupa méz az ember. Figyelj, ehhez mit szólsz? Nézze, igazgató úr, Hillerynek kínos lett volna a többiek előtt átöltözni, mert hermafrodita. Szívem, hajnalig 2 óra van. Hagyd a csodába az egészet, aludjunk végre. Fel vagyok pörögve. Nem tudok elaludni. Ha csak... Dave, jaj, ne már. Ugyan. A legjobb természetes altató. Ez a gyógyszertár mára már bezárt. Sajnálom, szeretlek, de nagyon fáradt vagyok. Nem vagyok hajlandó kikelni az ágyból és kimenni a fürdőbe, betenni a pessáriumot. Jó, akkor jöjjön a másik természetes altatóm. Mesélj, milyen napod volt. Házi háború. Mr. Gold, hogy is mondjam csak? Teszek az egészre. Hillerynek komolyabban kellett volna vennie a feladatait. Mi? Én mindig... Pa, fogd be! Majd én elintézem, oké? Nézze, abszolút egyetértek önnel, igazgató úr. És hol kell egy gyereknek megtanulnia, mi a kötelesség? A suliban. Igen, Fink, ez az egész a maga hibája. De velem lehet beszélni. Ha megengedi, hogy Hillary időben leérettségizzen, nem fogom beperelni magát. Rajta pereljen csak. Egy büdös vasam sincs. Pedagógus vagyok, minden vagyonom egy 20 éves tragacs. Akarja? Viheti. Nem már. Ne szórakozzanak, biztos van valami megoldás. Megbeszélhetnénk, mint férfi a férfival. Nő vagyok. Aha, és milyen gyönyörű. Nézze, uram, még ha kedvelném is magát, és segíteni akarnék magának, amit nem akarok, nem én,
A törvény szerint Hillary-nek pótolnia kell a mulasztást. Gondolkodjon kicsit. Itt a nagy lehetőség, hogy örökre megszabaduljon Hillary Goldtól. Én a maga helyében rakétát szerelnék a hátsójára, és kilőném az űrbe. Most komolyan azt szeretné, ha a lányom tovább járna ide, mint amennyi szükséges. Ebből a szempontból még nem néztem meg a kérdést. Rendben. De akkor teljesíteni kell a fizikai alkalmassági tesztet méghozzá 90%-ra. 3 hét és érettségi. Kapja össze magát. Jaj, nagyon köszönöm, igazgató. Nagyon köszönjük, köszönjük. Ne siess úgy, CV. Ez szerint 8 percen belül kell lefutnod 1 mérföldet, 25 fekvőtámaszt kell csinálnod 3 perc alatt, és 50 felülést 2 perc alatt. Kicsit durva egy lánynak, nem? Én megcsinálom. Mint mondtam, kicsit durva egy lánynak, nem? Tudod, a tegnapi dolog elgondolkodtatott. Olyan jó lenne megint spontánul szeretkezni, tudod, semmi előkészület. Nem akarsz berúgni előtte? Ne légy hülye, azzal nincs gond. De tudod, fontolóra kéne vennünk másfajta fogamzásgátló módszereket is. Meg kéne csináltatni azt a kis sebészeti beavatkozást, és akkor örökre letudnánk a gondot. Jó, remek, tényleg megtennéd, értem? Én? Nem te? Én? Nem. Te! Dave, nem nagy ügy. Úgy tudom, nem több, mint 30 perc. Az orvos a rendelőben megcsinálja, szinte észre se veszed. Hadd interpelláljak. Észreveszem, ha karbantartási munkákat végeznek a játszóteremen. Dave, 3 gyereket szültem. Az enyémen annyit dolgoztak már, hogy még egy libikóka, és bezárhat a játszótér. Bocs, de most te jössz. Ez egyáltalán nem jó ötlet, cica. Te se akarod megcsináltatni, és én sem. Egyetlen megoldás van, mindketten megcsináltatjuk. Ilyen hülye ötletet még nem hallottam. Hagyjuk a dolgokat úgy, ahogy vannak. A smeklimmel csak is én szórakozhatok. Újra vad, és izgalmas lehetne a szerelmi életünk, drágám. Kössünk kompromisszumot, és hozzuk áldozatot. Ez a szeretet lényege, nem? És ha nemet mondok? Soha többé nem kamatyolunk. Ha tényleg azt akarod, hogy vad és izgalmas legyen a nemi életünk, vonjunk be egy másik nőt is, aki elköttette magát, na? Vagy mindketten megcsináltathatnánk, az jobb lenne. Oké, egész éjjel ezen melóztam. Nagyon meg lesztek elégedve. Asztal, tudod, most először örülök annak, hogy van egy öcsém azóta, hogy hazahoztak a kórházból, és rádöbbentem, én ezek után a kutyát sem érdeklem majd. Mit találtál ki? Oké, 20 ötletet szedtem össze, és mindegyik első osztályú. Jól van, de ne legyen túl kegyetlen. Tudom, mi kell nektek. Ami tuti beválik, egyszerű és elegáns. Patkányok? Mi? Igen, 100. Akkor engednénk el őket, mikor az igazgató bejelenti, hogy hölgyeim és uraim, bemutatom a 2007-es végzős osztályt. A kellő pillanatban. Sikoltozás mindenfelé, káosz és pánik, igen, ez bírnám, Kenny. Én nem bírnám. Én imádnám. Szóval maga urológus, ha? De nem viszi haza magával a munkáját, hm? Tudja, annak idején arra gondoltam, nőgyógyász leszek, de rájöttem. Hogyha az ember cukorkagyárban dolgozik, otthon már nincs kedve nosizgatni. Érti, ugye? Jól van, semmi akadály a dolognak. Van bármi kérdés, amielőtt belekezdenénk? Minden oké, tényleg. Talán mégis lenne valami. Semmi gáz nem történhet, igaz? Jaj, persze, nem lesz gond. Mindennapos műtét soha nem volt még gond. Jó, rendben. De azért figyelmeztetnem kell, hogy néha felléphet fertőzés, ami impotenciához vezethet. Impotenciához? Uh-huh. Oda len? Nyugodjon meg, még soha egyik páciensemmel se fordult elő. 5000 közül, ha egyel megtörténik. És eddig hány ilyen beavatkozást végzett? Körülbelül úgy majdnem 5000-et. További minden jót! Életed legrosszabb napja, ugye?
Gondolni se akarok rá, mit műveltek ma velem, oké? Kisasszony, hozzá nekem még egy pohárral. Tudja mit, legyen inkább korsó. Úgy aggódtak, hogy nem tudok hazavezetni, el akarták venni a kocsi kulcsomat. És te hogy érzed magad, kicsim? Egész jól vagyok, rettenetesen fáj, de az orvos szerint ez normális műtét után. Igen, az én orvosom is ezt mondta, hogy fájdalmas. Most is iszonyú erős fájdalmat érzek. Te ismersz engem, nem panaszkodom. És van ott egy seb, vagy... Igen, egy aprócska, icipici kicsi sebecske. De persze a fő attrakció mellett, odalent minden eltörpül. És veled mi van? Mennyi idő, míg meggyógyulsz? Minden oké. Az orvos szerint várnunk kell úgy 7 napot, mielőtt meglátogatom az attrakciódat. Aha. Na és nálad? Az enyém is ezt mondta. Tekintsünk úgy erre az időszakra, hogy szex ugyan nincs, de lehetőségünk van arra, hogy sokkal mélyebb lelki kapcsolatot építsünk ki egymással. Oh. Ide adnád a távirányítót, meccs van. Oh. Szia, kicsim! Szia, apu! Hé, nem a tornavizsgádra kéne edzened? Ó, már edzettem. Tényleg? Felállni. 1-2. Érdekes. Nem érzek nedvességet. Se szagot. Mert én nem izzadok. Hát nő vagyok. Gold vagy, tehát izzadsz akár egy ló. Valamint kamuzol is. Gyerünk, 2 hetünk van, hogy formába hozzalak. Irány a gimi sportpályája, nyomás, edzeni. Azon a pályán fogantál, azon is fogsz leérettségizni. Nyomás, mozgás! Ez 14 perc volt, lassú voltál, már megint. Futás, gyerünk, gyerünk, mozog! Rajta, kemény vagy! Gyerünk, itt ki mind! Itt ki, rendben, jó kislány! Gyerünk, nyomjad, mozogjál! És még egy, ez az! Miért álltál meg? Fuss, mozgás! Mozgás! Ne hozz szégyent rám! 18. 19. És... 20. Utállam! Hurrá! 0 perc volt. A franc, elfelejtettem elindítani a stoppert. Újra! Futás! Még 45. 46. 47. Feladom. Hogy feladod? Nem adhatod fel, gyerünk! Akkor is feladom, nem bírom már tovább. Ki vagyok, világos? Mindenem fáj. 50 felülés kell 2 perc alatt. Ez csak 47 volt. Ez még nem elég. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Már csak 3 kell. Én is veled csinálom. Rajta, nyomjuk! 1, 2... A franc, ez rohadt nehéz. Rajta, gyerünk! Egy lúzer vagyok, még a tornavizsgán is megbukom. Azt hiszed, most vagy lúzer? Várj, csak mi lesz jövőre, amikor az összes barátod egyetemre megy, te meg a szupermarketben dolgozol egy kitűzővel, ami nezál. Hillary vagyok, segíthetek önnek sajtot választani? 40 másodperc. Ott dekkolsz majd nap, mint nap, minimum bérért melózol. Próbálod kikerülni a 200 kilós üzletvezető udvarlását. Aztán egy nap azt mondod, ez a dagatállat nem is olyan rossz. Na, mit szeretnél? Még 3 felülés, vagy véradás, hogy legyen valami plusz pénzed? Így lett előlegem a bútorra. Oké. Gyerünk! 48, ez az. 49, rajta, sikerülni fog. 50, megcsinálta! Megcsinálta, sikerült! Jól van, szép volt, kicsim, szép volt. C.
Szia, cica, mit keresel te itt? Valami baj van? Nincs. Most beszéltem a dokiddal. A fene. Tudja az igazat. Van egy olyan érzésem, ő maga fog sterilizálni. Beszéltél a dokimmal? És minden rendben? Igen. Azt mondta, ugorjak be hozzád. Ellenőrizem az életjeleidet. Azaz egy hét már eltelt. Gratulálok, jól dolgoztál. Ellen Rossov. Gratulálok, Ellen. Oké, mehet, idő van. Engedjétek el a patkányokat. A boltban nem volt elég patkány. Mi? Előre meg kellett volna rendelni őket. De nyugi, hoztunk valami mást, ami jó lesz. Tücskök! Tücskök? Ne már, ez tök ciki. Ezektől is frászt kapnak. Ja. Hey, mi történt a tücskökkel? Több mint 500 volt a dobozban. Elhagytátok a tücsköket? Meg kell lenniük valahol. 20 dollárnyi tücsök nem tűnik el csak úgy. Brenda Foster. Bekaphatja, igazgató úr! T. Marshall. Köszfa te! Ja, csak stílusosan. Don French. Jól van. Oké, állj fel, Hillary következik. Eljött a perc, amit úgy vártunk. Szívem, nem tudom, mi bajom van. Nagyon rosszul érzem magam. Hú. Hillary Gold. Hú, éljen, éljen! Jaj, a hátam. Jaj, a lába. Jaj, mindenem. Jól van, ez az. Menj, menj, menj. Gyerünk, gyerünk. Igyekezz, mielőtt meggondolja magát. Ja. Üdv. Köszönöm. Ez neked, apa! Én vagyok az apja, ez nekem szólt. Hát nem nagyszerű, kicsim, sikerült, megcsináltuk. Ő, te nálam is jobban izgultál. Hé, ha nem szeditek össze mindet, ciángázt fogok bevetni. Ellenetek. Hé, a buliban minden oké? Hogy érzed magad? Még mindig szarul vagyok. Az a nő, akit lehánytál, azt hiszed jobban van? Nem tudom, mi bajom lehet. Jaj, kicsim, azt hiszem, tudom, mi bajod van. Kiürül egy kicsit az életünk. Velem is ez van. Ürességfóbiának hívják. El kell mennem orvoshoz. Reggelente hány ingerem van, a lábam megdagadt, a mellem megfeszül. Megnézhetem? Ne írj hozzám! Azóta nem éreztem ilyen rosszul magam, hogy... Mi az? Ne, ne már, az lehetetlen. Nem lehetsz terhes. Elköttetted, nem igaz? Viki, mondd, hogy megcsináltattad a műtétet. Mondd, hogy megcsináltattad. Nem csináltattad meg? Hogy nem csináltattad meg? Azt mondtad, hogy megcsináltatod. Igen, de nem akartam megcsináltatni. Csak azért mondtam, hogy elérjem, hogy beleegyezz, hogy megcsináltasd azt, amit amúgy is neked kellett volna. A szépségszalomban töltöttem a délután, masszázson voltam. De ez úgyse számít. Nem lehetek terhes, mert te elköttetted. Hm? Ó, most már én is rosszul vagyok. Dave. Mi van? Nem köttetted el? Dave, mondd, hogy megcsináltattad. Ugye megcsináltattad? Mondd, hogy megcsináltattad. Hát persze, hogy megcsináltattad, igaz? Dave, megcsináltattad, megcsináltattad. Megcsináltattad, mondd, hogy megcsináltattad. Nem könnyen. Csináltattam meg! Jól van. Nyugodj meg! Miért? Miért?
Öcsém, ahhoz képest, hogy literje $3, az a vodka rohadt ütős volt. Apa, azóta nem sírt így, hogy részt vettem a foci válogatón. Azt hiszem, tudom, mi bántja őket. Felnőttem, elmegyek itthonról. Ugyan már, ne sírjatok. Nézzétek a jó oldalát, oké? A tanév nem is olyan hosszú, és csak 9 hónap, és itt a kicsikétek. Ne sírjatok.